Maurer Dóra, Kossuth Díjas grafikus, festő, filmkészítő. A magyar avantgárd ikonja, és nemzetközi szintéren is jegyzett. 2019-ben nyílt a londoni Tate Modernben önálló kiállítása. Moholy Nagy László Maurer számára markáns viszonyítási pont. A Moholy Nagy, mint jelenség, és az, hogy festő is volt, meg fotós is volt, meg tárgykészítő is volt, szóval a mobiltárgy például, stb., meg azt hiszem, hogy csinált ilyen kiállítás berendezést is. És szóval ezek most nem annyira elevenek az én emlékezetemben, mert elég régen volt ez. De mindesetre egy ilyen magyar Leonardo da Vinci, egy ilyen kisebb Leonardo da Vinci-nek a hatását keltette, és ezért nekem egy, ha nem is példaképem, de egy szimpatikus pont, amihez lehetett igazítani magát az embernek. Nem csak az, hogy kísérletezés, hanem az, hogy nem a végállapotot hajszolja, tehát egyfajta végleges képet, aminél aztán megállunk és csodáljuk, hanem a folyamatot, és ez az én idő, ebben az időben nekem is egy nagy élményem volt, hogy a folyamat maga mennyire érdekes, és a végállapotot ma is egyébként nem nagyon szeretem. Tehát miközben alakul valami, létesül valami, akkor izgalmas, és jobbra-balra mindenfelé kitekintés adódhat belőle. Tehát nem képre törekvés, hanem jelenségeknek a megragadása. Maurer Dóra Moholy tanítási módszereit nagyon fontosnak tartja, és maga is követte a 60-as évektől, először a Gazmávakban tartott kurzusán. Azok a bizonyos leegyszerűsített dolgok, szóval a tanításhoz mit lehet használni, hogy egyszerű formákat, feszültségeket, amiket akár modellel is ki lehet fejezni, stb. Szóval ezeket tanultam én ott a Bauhaus kiállításon. És ezeket kezdtem alkalmazni a Gazmávak saját kis körben. Persze az eredmény az inkább csak szándékos volt, és nem volt igazán olyan nagyon hatásos. De mindesetre azért kikerült onnan, például Lábas Zoli, meg ilyenek, szóval kikerültek onnan is emberek. Maurer Dóra szerint itthon a magyar avantgárd vitte tovább a szocializmus éveiben Moholy szellemiségét. Ha nem is azt folytattuk, de mindesetre az attitűd az folytatódott általunk. Tehát ez a bizonyos tiszteletlenség a régi művészetnek a bezártságával szemben. Maurer Dóra az Iparművészeti Egyetemen a 80-as években fotogramkurzust tartott, amelynek szintén a kísérletezés volt a lényege. Az anyagból Fényelvtan címmel könyvet is írt. Előadtam egy rövid témát, hogy mit képzelek el csinálni, és ez pedig az, hogy milyen alkatelemekre lehet bontani a fény használatát, és a fény és a papír kapcsolatának a lehetőségeit. És akkor felmerültek olyan kérdések, hogy csak a fény, csak a papír, illetve a felület, amire rábetül az árnyéka valaminek, tehát torzul, aztán a különböző nedű anyagok, tehát a hívó és a fixír, és végül a szín, ami a mozgás, az nagyon fontos, mert általában a fotózásnál a mozgás legalábbis akkoriban, a 80-as évek vége felé, igen, közepe felé, akkor még az a mozgás az egy ilyen trükknek számított, hogy elhomályosítani dolgokat, amelyek hosszú expozícióra bemozdulnak, és ez egy külön érdekesség volt, és én úgy gondoltam, hogy ezt mi külön felhasználhatjuk, hogy milyen eredmények származnak a mozgásból, fény és mozgás. Tehát egy kitartott fény és a mozgás közben. És a végén pedig az, hogy színes, hogy a szín hogyan működik a fotópapírral. Tehát, hogy milyen rétegekre van bontva, és ezeket, ha az ember visszakaparja, vagy megvilágítja, hogy akkor mi lesz belőlük. Elementáris dolgokból mi lesz, ez érdekelt engem, és nem pedig, hogy kép legyen. Meg az, hogy valami ott volt, és már nincs ott, de nyoma van. Tehát összekapcsoltam én ezt a grafikával is, a nyomhagyással, ami az én saját területem volt akkoriban nagyon fontosan. Tehát a mély nyomású grafika és a nyomhagyás. Maurer Dóra és Moholy valószínűleg jól megértették volna egymást, vagy, mondja Dóra, ki tudja. Hát lehet, nem tudom, de az is lehet, hogy általában az van, hogyha valaki jól csinál valamit, idősebb ember, és jön egy fiatal, és akkor elkezdő is csinálni ezt, azt, amazt, akkor inkább türelmetlen vele. Lehet, hogy velem türelmetlenkedett volna.